újra üdvözlünk mindenkit itt, az ígéret földjének nyomában, sorozatunkban. Ó, ez ahol... nem is rossz lenne ez a címe. Mert úgy az tudom. Is lesz, az is lesz, Jócs. Ahol most éppen azon vagyunk, hogy egy ilyen kis házat építsünk magunknak. Miközben nőnek itt a bogyóink, meg mindenféle növényeink. Na, én egyébként majd valószínűleg úgy leszek, hogy foglalkozok én a növényekkel, meg kajákkal, az nekem teljesen fekszik, tetszik. És te meg majd így a gépekkel. Meg bányászásban meg majd besegítek végül is. Na, okay. Akkor földet tudnál adni, léci? Ó, az van sok. Azt hiszem benne van a ládával igazából. K. Na. Ezt a fát is kivágom szerintem akkor. Ezt se kell most ide. Így mi? Nőnek szépen a dolgaink. Egyébként, hogyha IC2-t te szeretnél majd használni? Hát nem a legfontosabb, de lehet róla szó. Jó. Hát, mert hogyha azt akarunk használni, akkor szerintem baromi jó ötlet faszenet csinálni. Mert yes. faszénből nem lehet csinálni olyan dolgokat, mint rendes szénből. És a faszén az meg gyakorlatilag egy újrahasznosítható nyersanyag itt a Minecraft-ben. Szóval nagyon könnyen lehet belőle energiát előállítani. Aha. Van is egy jó ötletem, hogy fogjuk megcsinálni 100%-osan automatizálva. Mit? Jó lesz. Az egész faszénes dolgot. Automata fafarm, automata faszéngyár. Na, felkeltetted az érdeklődésemet, erre nagyon kíváncsi vagyok. A régebbi nézőim már biztos fejből vágják ezeket amúgy, de... Én még nem kíváncsi vagyok rá, nagyon tényleg. Folytatom a elkezdett bánya járatodat amúgy. Azt jól teszed. Majd na. Mégiscsak... Legyen valami... Ó, ez meg mi? Ez kérem szépen limestone. Mi a halál? Van itt minden egy... Jaj, a limestone, fú, az mészkő, azt hiszem, vagy valami ilyesmi. Igen? Aha, igen, a nevek mész. Valahogy nem stimmelnek nálam, mindegy. Tudom, mert izé, limekőnek gondolod, de... Hát, citromkő, igen. A lime az más, mint a citrom. Citrusféle, de nem. Jó, citrom. Zöld citrom, egyesek úgy mondják. Hát igen, úgy is lehet igazából. De egyébként tényleg az csak egy citrusféle. De nem citrom. Jó, elhiszek neked minden. Nem igazából. Helyes. Mindent ne is, csak majdnem. Ó, és ilyen izé. Majd szólok, hogy mit ne higgyél el. Majd azt nem hiszem el, hogy szóltál, hogy ne higgyél el. Oké. Okay. Most látod, csak hazugságokat mondok, és akkor semmit sem hiszel el. Jó. Hanem az ellenkezőjét, és pont jól fog működni. Úristen, ez ilyen filozófiai probléma kezd lenni lassan. Jó neked? Vagy várjunk, nem? Ilyen inkább? Azt nézem, hogy milyen fajta izé legyen. Ajaj! Mi? Hogy lett itt a felszín? Mi van? Ások már konkrétan 3 perce, és egyszer csak felszín. Ja, azért, mert egy domb tetején voltunk. Ja, ez mondjuk elég logikus. Ezért a... Hogy hívják ott? A lapátot ide tudod adni? Aha. Alig van már benne valami, de azért jó lesz az. Tjö. Aj, komolyan srácok, ezekkel a sok kövekkel megöltek. Mi ez már megint? Egyébként iszonyatosan sokfajta... Áó, már megint. Iszonyatosan sokfajta... Hogy hívják? Érc van most. Így a monsterben. Oh. De tényleg, borzasztóan sok. Találtam, hogy olyan ércet, amit ismerek. Na ez egész jó. Pont te. És ez a vicces, hogy tényleg pont te, aki még sokkal jártasabb ebben az egészben, mint én. Igen. Az azért nagy szó. Mondjuk az én is már valamennyire benne ja, vagyok. A te alkonya terdőd az már úgymond jó iskola volt. He! Igen, mert hát ott nagyon sok mindenre rájöttem magamtól végül is. Muszáj volt egyszerűen. Nélküled? Simán. Aha. De egyébként mondjuk azt el kell mondani így háttérinformáció, azt nem tudom, hogy mondtuk-e, hogy azért is lett befejezve korábban a... FTB Unlimited-es sorozatunk. Unleashed? Az Unlimited volt még. Igen? Az annó még az volt. Azért is lett befejezve, mert hogy nagy probléma volt az, hogy állandóan laggolt a játék. Ugye? Ja. Ugye? Tehát igen. Ez hatalmas nagy probléma volt. És több rész is úgy ért véget gyakorlatilag, hogy ez már tényleg elviselhetetlen. És mondtam, hogy jó, hát akkor legalább egy befejező epizódot azért csináljunk már.
Igen, igen. Mindenne korrekt. És ez most, láthatjátok, nem lagol. Ez most tökéletesen fut nekem is. Ja, ja, ja. Szóval szuper. 40 FPS-sel tök simán. Szóval. Jó lenne egy kis szén. Csináljuk faszenet? Mit találtál? Fluorite. Na, azt mondom, megvan a buzi, ért! Úristen! És szétverem, és kapok minden szart. Mondom, fluorért! Izé, redőnyös... Betölti az inventory. Redőnyös napszemüveget kaptál? Adja. De ez nem jó, mert kibányáztam hármat, és teljesen betöltötte már az inventory. Dobd ide nekem. Dobd ide. Jó, hogyha van elég helyed. Kék, narancssárga, várjál, ez visszajön a fele igazából. Így. Konfetti! Nagyon rossz. Konfetti! Azt a rohadt mennyi! Oké, kész elé vagyok. Igen, azt mondom, hogy ez... Akkor ilyet többet nem szedek ki. Viszont kezdek nem látni. Hát akkor mindjárt hozok neked faszenet. Sőt, hozzak fáklyákat. Mindegy igazából, hogy faszén vagy fákja, mert egy lépésre van egymástól a kettő. Na mit szólnál az, hogyha bazalttal lenne megcsinálva nekünk ott a padlózat? Tört okay. Bazalttal. Tehát konkrétan nézi, ilyen fekete kő lenne. Jött. És csinálok lépcsőket, kőlépcsőket. Hogy jó legyen. Hát ja, az jó ötlet. Na, itt meg... Ember. Jaj, ez az izi ambrózia, az még mindig semmire se jó amúgy. Mert korábban azt néztem, hogy csak annyira jó, hogy csinálni belőle ambrózia blokkot. Hanem... Hát meg felfedezheted szunkratban. Jó. Tehát ilyen felfedezési pontokat. Basszus. Akkor tényleg, akkor van értelme? Hát csak annyi. Ja, jó, de... oké. Tehát akkor Thumbcrafthoz használatos. De nem tudom, miért hívod Thumbcraftnak? Hát mert TH, az ilyen... De az ezért... A TH-t azt igazából TF-nek kéne ejteni, tehát Thorn. Nem teljesen igazából. Például Thorn. Thorn. Igen, TF kb. Thorn. Thorn. Így, nem Thorn. T-vel vagy TF-vel, de sosem F-vel, mert húzóz. Sőt, nem, sose S-szel, mert te kb. S-szel ejt a Thorncraft. Thorncraft. Hát ilyen... Ilyen hülye S. Thorncraft. Thumbcraft. Sourcecraft. Na. Tudok csinálni egy kenyeret. Én nagyon okos. Már majdnem azt hittem elkezdett mondani. Tudok csinálni egy kenyeret. Ja, hey. Ez nem ez a műsor. Na. Hogy... és elállt az eső. Nagyon király. Na, nézd meg. Mit szólsz ehhez a padlózathoz? Szerintem nagyon király. Ja, ez tök jó. Ez nagyon jól néz ki. Ja, tetszik. Lepakolok pár dolgot, és akkor vissza. Mondjuk már, hogyha megyek vissza, akkor már faszénnál jó lenne. Ezek a fák szerintem úgyis... Ja nem, ja ez a ház de része. De csináljál egyszer akkor egy sütőt. Fák. És akkor lesz faszenünk. Izé van. Kő van, szóval tudsz csinálni. Igen, már az előző részben csináltam, de... Mindegy. Komoly. Yes. Szaksz. Na, tényleg, hol van? Mi? Hát a sütő! Itt van mellette. Ja. Bocs. Majd nem vetted észre. Akkor az orkot beleteszem. Ork. Igen, ork. Ork. Az úgy hangzik, hogy itt... Sőt, ez tökéletes név lesz neki. Mostantól így fogom hívni a tölgyet. Ork. Mint egy barbár név. Németes. Nem ez az ilyen, ez ilyen barbár. Ork. Ja. Ork, megy. A németek beszélnek még így, hogy Arkendafab. És tényleg. Zárkol. De az is izé németes. Zárkol. Ez annyira nem. Jó van. Akkor izé oroszos, nem tudom. Zárkol. Úgy nekem tökre tetszik az orosz nyelv. Igen. Sokan azt mondják, hogy ilyen részeges, meg... Mert tudom, ők a részegesek. Mármint az oroszok. Hát igen, de attól a nyelvük még tök jó. Tudok cirill betűket írni, addig eljutottam, meg pár szót. Tudok, az tök jó, hogy tudsz cirill betűket írni, akkor ez Dota 2-ben már előnnyel játszanál. Mert ott izé a játékosoknak majdnem fele cirill betűkkel ír. És akkor még
Szóval cirilbetűket kiolvasni már tudom, már nem tudom mit jelentenek, de ki tudom őket olvasni. Apatitot. Kár, hogy nem az a fajta apatit, ami egyébként nekünk kell, mert apatitból egyébként kétféle is van. Ez jó, hogyha most tudod. Van az az apatit, ami... Lopom a faszát, jó. Van az az apatit, ami ilyen ritkább és mélyen a föld alatt található, meg van az az apatit, ami így gyakran található a földnek tetején. Gyakorlatilag. Kéne valami kaja amúgy. Egy másik van. Egy kicsit beverem a fejem, ez nem tetszik. Majd kicsit tomátó, ki kell tágítani. Nem áll! Várjunk, most nézzél, most akkor kiszedtem ezt a... Hogy hívják ott? Ja, jó, oké, meg tudom enni. Oké. Megettem egy darab, a kinőtt... hogy hívják? A kinőtt paradicsomunkat megettem. Ha nem haragszol. Jó, nyugodtan. Megettem a izét is. A ribiznit. Ha, blueberry. És vissza is ültettem. Gyágy, zombi! Ha, lassan halad. Ez kritikus ütés. Hú, kell egy rohadt hús? Hát annyira nem sürgős. Hú, találtam Thumbcraftos érceket, tök jó. Biztos? Ez kell nekünk? Nekem igen. Jó van. Most figyelj, most rád fogok ijeszteni. Őszi vagy. Úgy találtam itt valami, megint valami. Kell? Rohadt hús. Tök jó, mert a szemüveg az nem olvad bele. Amúgy, zombi vagyok. Tényleg nem akarok rádiásztál meg ilyesmi. Tényleg, jaj, nem áll! Basszus, oké. Jó, oké, még kész rohadt húst? Van 4? Hát talán jól jöhet, mert felénél járok az jó, életem. Akkor megeszem. De jó, tessék. Ott van. Egyet meghagytam neked a négyből. Hát ilyen köcsög vagyok. Ez tök jó, mert van itt egy visszaszámláló, hogy meddig aha, tart. Igen, ez nagyon tetszik ez az újítás. Nem találok több bazaltot. Bazalt... Bazza meg. Na. Szarpoénokat félretéve falat kéne építeni. Csak hogy ilyen parasztosan fogalmazzak. Tudod, mint a izé parasztok a játékban. Ha. Igen, igen. Ha. Hé, hey, ez milyen fa? Ez a szarfa. Excuse van me. Ilyen izé, ilyen elhalós félbe lévő fa. Aha. Igen. És kíváncsi, hogy ez milyen fa. Azt a 10-et ráütöttem a csontira. Ja, és megöl... Nem öl meg. Ah, nem ölt meg. Hurrá. És kaptam izé csontot, tehát tudom a növényeket kicsit csontozni. Hallod? Tudok csontozni. Hallom. Csontlisztezni? Na, melyikre tegyek csontlisztet? Tök mindegy, amelyik a legszimpatikusabb. Jó. Oké. Úgy. Slick water. Az mi? Slick water. Mi a túró az? Slick water, az a neve. Az mi tudom. Egyáltalán? Meg van itt olyan sweet corn. Vagy sweet corn. Édes kukorica. Ez kukorica. Hát corn. Mondjuk kíváncsiak, hogy van-e másféle kukorica is. Így a angol nyelv tájékon. Mert hogy izé, hogy édes kukorica. Ja, azt gondolom az a kukorica, amit mi szoktunk enni, de nem értem. Nem tudom, de minden nézzük csak, mit akartam? Hát ezt sokszor beletenni a ládába, amit adtál nekem. Egyszerűen nem találok semmit, értem? Hogy ásol is nem találsz semmit, csak követ. Hát tulajdonképpen most találtam egy kis szenet, de hát most hát, nem. Az is valami. Na, nézzük ezt a fát. Ezt akartam megnézni. Csak csonti az udvar. Egy barlang jó lenne. Hát az jó lenne. Igazán de hát figyelj, az a módszer, amit te szoktál alkalmazni, az sem mindig hatékony. És akkor egy csomó időt elpazarolhatsz rá. Hát... Ahol a... itt a fő ág. Ezt folytatjuk. Egyébként annyira jó szerintem, hogyha így teszek például ilyen
Mi a... Találtam rózsaszín követ, vágod. Az milyen? Opál. Ja, na mondtam én, hogy van itt opál is. Hát, komolyan mondom. Granit is van. Egyébként, te régen néztél ilyen Minecraft videókat? Minecraftes játék videókat? Néztem, mostanában annyira nem igazából. Mert én azt vettem észre, amikor így néztem, egy-kettőben találtam csak igazából, nem sok, nem volt nagyon jellemző. Hogy például Totónál láttam egyszer így, hogy úgy kezdte a videót, hogy ilyen zenével nyitott. És annyira, de annyira hangulatos volt, úgy, hogy tudod, ilyen lágy kis zenét hozzátett. Aha. Nagyon jó volt. Nekem legalábbis nagyon tetszett. Te mit szólsz ehhez amúgy? Hát biztos, hogy megadja az alaphangulatát az egésznek. Aztán amikor meg eltűnik, tehát amikor megáll a zene, akkor meg feltűnik, hogy nincs. Szóval olyan furcsa. Hát mondjuk egy-két helyen meg tudtam csinálni úgy, hogy passzoljon. Ó, tehát mit találtál? Egy vízes barlang. Na, az jó, végre barlang. És akkor szerintem... Van benne egy... Szivacs, tudod, hol tartunk? Ott, hogy találtál egy barlangot, és most már be is fejezzük az epizódot. De hát még csak 16 perc. Jó van. Jó van. Ez még rövid. Az átlaghoz képest is. Viszont legalábbis van vas. Én nálam már ezért majdnem 20 perc. De az hogy lehet? Hát egyszerre kezdtük. 16... igen, hát tőle pár percet is értem. Hozzászoktam, tudod, ahhoz, hogy vágásnál is szoktam néha személy módon úgy csinálni, hogy egy érdekes résznél megvágom. De mondjuk például ott, ahol harcoltam a gáztal, ott úgy csináltam, hogy megvolt a gázharc, és előtte is érdekes volt, meg közben is. És azt nem csinál, és nem akartam azt csinálni, hogy rögtön a gáztharcnál, rögtön a gáztharc előtt, hanem egy kicsivel előtte. De viszont benne van itt, hogyha ilyet csinál az ember, hogy az emberek nagyon kíváncsiak végül is a folytatásra. Hogy mégis akkor mi lesz. És igen. Egyébként ezt csinálják más nagyon ismert sorozatokban is, például a Walking Dead, ott is ezt állandóan elsütik. Sokan mérgelődnek is rajta, hogy ez mindig a legjobb résznyi kell lefahagyni. Hát ez marketing fogás. De alapvetően az is benne van, tudod, hogy jobban kíváncsiak így az emberek, jobban várják. És azáltal, hogy így jobban várják, végül is kevésbé felejtik el, mondjam úgy, hűségesebbek lesznek a sorozathoz, tehát nem lesz, nem felejtik el annyira könnyen. Hogy most, mint például egy filmnél, hogy jó, ez most befejeződött és kész ennyi. Hanem várják azt, hogy beteljesüljön az az a kíváncsiság, ami volt az elején. Aha. Na, lassan feljövök, mert itt kezdenek olyan érszek is megjelenni, amit egy sima mezei kő akármivel nem tudok szedni. Milyen szóval visszafelé? 30-27. 27. Jó. Nem fordítva légy. Na, én meg elkezdtem építeni egy jó pofa kis házat nekünk. Jaj, basszus, egy miniatűr kaktusz majdnem megölt. Úristen. Lol. Mindjárt meg is mutatom neked a miniatűr kaktuszt. Jó, nem szedtem fel. Mi a fene? Az cink. Csak meg ne halljak most már az eséstől. A miniatűr kaktusz miatt. Nem tudtam felszedni, hallott, tiszta rossz. Mert izé megütöm és akkor széttörik, tudod, mint a fű. Aha. Na. Úgy. Így. Most úgy tűnik van egy lépcsőnk. És egy kicsit, mintha a bánya lejárat az úgy nem lenne kompatibilis a házzal, hát hogy figyelj, mondjam. Majd megoldjuk úgy. Figyelj csak. Szerintem úgy lesz. Menj a rébe, mit csinálsz? Most mi az? Az már le volt taposva egy zombi miatt. Ja. Így. Ups. Ezt hogy lehet leszenni? Így? Oké, így. Úgy. És körülbelül így gondoltam.
Amúgy egy tipp, hogyha hogyha búzát szedsz, akkor igen. Lesz úgy is csinálni, hogy egy búza, egy kenyér. Ja, azt tudom, azért mert lisztet csinálsz belőle. Igen, oké. Okay. Igen. És figyelj, csak úgy gondoltam. Így. Na. Így. És akkor itt alatta be tudunk jönni. Aha. És akkor tökéletesen le tudod taposni a... Na, meg tudod kerülni. Meg tudod kerülni. Na, azért mondom. Persze. Na és figyelj, csak most jön a háznak a izé ablakos része. Tök király lesz. Ezt megépítem és szerintem aztán ezért végül is be is fejezzük ezt az epizódot. Oké. Kenyérsítés meg ilyesmi, cuccapakolás, kicsit kezd kicsinálni. Hát majd azon is segítünk hamarosan. Nem baj. Ah, kaja, ez az. Ja, végre, ugye. Oké. Okay. Úgy. És itt is du. Hát figyelj, jól csinálok egy nagyobb párra. Úgy. Aha, és akkor itt pedig így. És aztán szimmetria. Ja. Jó lesz. Meg is nézheted kívülről. Na, nem néz ki rosszul. Kellemes. Na, egy kő hiányzik. Egy darab kő. Így, né. Na jó, kettő darab kő. Még. Úgy, na. Nézd meg kívülről. És véleményt kérek. Na, nem néz ki rosszul. Na, Élésnek tökéletes benne élésnek. Na, aztán majd következő részben pedig folytatjuk. Addig is, sziasztok! Ja.